következő kísérletünkben azt fogjuk megvizsgálni, hogyha a folyadék sűrűségét változtatjuk, akkor hogyan hat az a belehelyezett testre. Két főzőpohárba vizet engedtünk, két tojás található, itt egy keverőpálca, és ebbe a kis pohárkába só található. Első lépésben a két tojást beletesszük a vízbe, megnézzük, hogyan viselkednek. Látjuk, hogy ugyanúgy viselkedik a két tojás, lesüllyed mind a kettő a főzőpohárnak az aljára. Most kivesszük a két tojást a főzőpohárból. Most a második főzőpohárba sót fogunk önteni. Ezáltal változtatjuk a folyadéknak a sűrűségét, mégpedig növelni fogjuk ezáltal a sűrűségét. Összekeverjük a vizet a sóval. Mondjuk azt, hogy nagyjából feloldult a só mennyiség, és akkor most mindkét pohárba visszahelyezzük a tojásokat, és megnézzük, hogy hogyan viselkednek. Azt látjuk, ez a tojás lesüllyed. Ez a tojás viszont a sós vízbe nagyon szépen felemelkedik a víz felszínére. És akkor a jelenséget a következő képen magyarázhatjuk. A eredeti pohár víz sűrűsége körülbelül 1000 kg per köbméter, a sós víz sűrűsége 1030 kg per köbméter, tehát megnövekedett a víznek a sűrűsége, ezáltal a test felemelkedett a víz felszínére, és egy jelentős része kiemelkedik belőle. Tehát a folyadék sűrűségének a növelése hatott a tojásra, és felemelkedett így. Ezzel magyarázhatjuk azt is, hogy a természetben a hold tenger, ami nagyon sós, akkor ott a benne lubickoló turisták, azok nagyon nehezen tudnak lemerülni a nagy, magas sótartalom miatt. Még a rendes vízben látjuk, hogy a tojás lemerül.